Roller és autó ütközése után helyszíneltek a rendőrök július végén Nyíregyháza belvárosában. Pár nappal később a búzatéri piac közelében kerékpárost gázolt egy kanyarodó gépkocsi, ugyanitt a közelben másnap is hasonló baleset történt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakembere szerint a felhívások és büntetések ellenére sem lassulnak a közlekedők. Az elmúlt időszakban nagyon sok volt a kerékpáros baleseton megyünk vármegyénk útjain. Itt megjelentek a gyerekkorúak, akik mint elkövetők a szabályszegéseket elkövették, és ezáltal lett anyagi káros vagy személyi sérülésre balesetek. A rendőrség adatai szerint a legtöbb balesetet még mindig a gyorshajtás és az elsőbbség megadásának elmulasztása okozza. A rendőrkapitányság a balesetek visszaszorítása érdekében augusztus 7-e és 13-a között közlekedési akciót hajt végre, amellyel idén is bekapcsolódik a 2023-ban 10 időpontra meghirdetett, egész Európát érintő összehangolt ellenőrzésbe. A Roadpol, a közlekedésrendészeti, a európai közlekedésrendészeti szervek hálózata által egy nemzetközi akciósorozat éves szinten, ez folyamatosan minden évben ismétlődik, mindig más-más szempontokat ellenőrzünk, illetve más-más tevékenységet. Most például a sebességellenőrzés ez a hét, ennek fogjuk szentelni. Ez országosan is, Magyarország is csatlakozott hozzá, és vármegyénk is természetesen. 7-től 13-áig tart ennek az akciósorozatnak a végrehajtása. Itt a vármegye területén 8 rendőrkapitányság, illetve egészségi területével a kollégák a saját területeken dolgoznak, illetve a vármegyei forgalomellenőrző alosztály, a közlekedésrendészeti osztálynak forgalomellenőrző alosztálya is szintén tevékenykedik. Itt ebben az akciósorozatban gyakorlatilag, ami a vármegyében található 9 darab VHKKP eszköz, illetve a 5 darab mozgó sebességmérés alkalmas eszközt azt bevetjük, és akkor ezekkel az eszközökkel ellenőrzik a kollégáim. Ellenőrzés során a lényege, hogy a mozgó sebesség ellenőrzésnél nem csak a sebességet tudjuk ellenőrizni, hanem a dinamikus mozgás közben elkövetett egyéb szabályszegéseket is. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a sebességhatár átlépése mellett például egy záróvonalas kihágást is elkövet, akkor abban is el fognak járni az intézkedés során, tette hozzá Koncz László. A gyorshajtási tételek minimum 30 és maximum 300 ezer forint között alakulhatnak. A mostani akció egyik érdekessége, hogy a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitánysággal együttműködve a 4-es út teljes szakaszán lehet számítani sebességellenőrzésekre. Így ugyanaz az autós egy útszakaszon akár több gyorshajtási csekket is összegyűjthet.